Hétfő délután az ETO hivatalosan kiadott közleménye után futó tűzként terjedt a világhálón, hogy Katrine Lunde anyai örömök előtt áll, így a következő szezonban nem tudja segíteni a pályán a zöldfehéreket. A különböző szurkolói fórumokon azonnal elkezdődtek a találgatások, hogy ki lehet a norvég klasszis helyettese. A legtöbben abban reménykedtek, hogy Pálinger Katalin visszatér. Egyesek Silvia Navarro érkezését vizionálták, aki az Ichakóban már dolgozott Ambros Martinnal. Mások a Lipcse kapusát Katja Sülkét látták volna szívesen Győrben. Mások a Podgorica hálóőrét Klára Wolteringet vélték felfedezni a Mosonmagyaróvár ETO felkészülési meccsen, ám erről kiderült vaklárma volt, mert a siófoki Nina Wörz volt az. A Nemzeti Sportnapilap keddi számában már kész tényként közölte, hogy az anyagi gondokkal küzdő szlovén Krím Ljubljanában védő 27 éves horvát nemzetiségű jelen a Grubišić lesz Lunde helyettese. A horvát válogatott 27 éves kapusát, jelen a Grubišićet választottuk, és hát nem volt olyan nagy a választék, tehát ugye tudjuk jól, hogy augusztus elején vagyunk, az összes csapat kerete lezárt, és nagyon kevés opció nyílt, olyan opció, amelyik egyáltalán egy ilyen szintű csapat kapujában való beállásnak a feltételeit biztosította. Grubišić 1+1 évre érkezik a Rába partiakhoz. Az elnök elárulta azt is, nem kellett kivásárolniuk a kapust, mert lejárt a szerződése, újat pedig nem írt alá a Ljubljanával. Kérdésünkre, hogy van-e gond Herr Orsolya teljesítményével, az elnök úgy fogalmazott, nincs, ám egy kapussal nekivágni a szezonnak felelőtlenség lenne. Vegyes érzéseim vannak, de természetesen az öröm a nagyobb, hiszen a Bajnokok Ligáját Zsinórban kétszer megnyerő csapat keresett meg, hogy játsszak náluk. Óriási megtiszteltetés ez nekem, illetve hatalmas lehetőség, hogy együtt szerepelhetek a világ legjobb játékosaival. Tudom, hogy Katrine Lundét kell pótolnom, ami nem egyszerű feladat, de megteszek minden tőlem telhetőt, hogy megfeleljek az elvárásoknak, fogalmazott közleményében az új igazolás. Grubišić szerdán vagy csütörtökön érkezik Győrbe, ekkor mutatják be hivatalosan a sajtónak. A találkozón természetesen a Győr Plusz is ott lesz.